Főbb a kormány számára kiemelt fontosságú a gondoskodása nyugdíjasokról és az idősek biztonságáról, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt. Az LNP szerint le kell mondani a posztjáról lantos Csaba energiaügyi miniszternek, mert a kormány pénteken hatályba lépett veszélyhelyzeti kormányrendelete szennyező, környezetromboló cégeknek kedvez. Kezdetét vette a Jomkipuri 25 órás bőjt vasárnap naplementekor, azaz a zsidó engesztelés és a zsidó naptár legszentebb napja. Irreálisnak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New Yorkban az Ukrajna javasolt a béketervet és a fekete tengeri ukrán gabona export újraindításával kapcsolatos ENSZ javaslatokat. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Magyarország függetlenségét minden eszközzel meg kell lóvni, a külföldi befolyás szerzési kísérleteket pedig meg kell akadályozni, hangsúlyozta a Kocsis Máté a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté ezzel kapcsolatban jelezte, az országgyűlés őszi ülésszakán az ország függetlenségét megóvó törvénycsomagot kívánnak benyújtani. Ennek célja, hogy azokat a sok esetben állcivil szervezeteket, amelyeket külföldről pénzelnek, valamint azokat a pártokat és személyeket, akik karácsony Gergely környékén is felbukkantak, számon kérhesse a jövőben a törvény. A frakció vezető emlékeztetett rá, hogy 2022-ben amerikai és más forrásokból származó dollárokból és eurókból kampányolta a hazai baloldal. Szerinte 1990 óta abban konszenzus volt a pártok között, hogy külföldi befolyásszerző csoportok pénzéből nyomásoknak elegettéve belpolitikai, közhatalmi pozíciókra nem vontak beforrást. De tavaly nyilvánvalóvá vált, hogy ez megváltozott, és a sokakban felháborodást keltő eset után ezt meg kell fékezni. Kocsis Máté rámutatott arra, hogy tulajdonképpen a választási törvény kiterjesztéséről van szó, miután a nem pártként induló szervezetek szerint rájuk nem vonatkoznak a pártok gazdálkodását érintő jogszabályok, ami szerinte nyilván a hatályos jogszabályi környezet kiátszása. A jövőben azokra az álcivil szervezetekre, amelyek választáson indulnak, ugyanazok a szabályok vonatkoznának elszámolás, működés, elfogadható finanszírozás terén, mint a pártokéra. Minden főútvonalon megnövekedett az Európába tartó migránsok száma. A görög szigeteknél már a 7-8 évvel ezelőttihez hasonló aktivitás figyelhető meg, ez pedig a balkáni útvonalon Magyarországra érkezők számában is látszik, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Elhangzott újabb jelentős migráns hullám veszélyezteti Európát, ami miatt az olaszok zárt táborok építésébe kezdtek, a déli határ túloldalán pedig mindennapossá váltak az összetűzések a migráns csoportok között. Továbbá a magyar határőrök naponta mintegy ezer migránst akadályoznak meg az illegális határátlépésben. Eközben Brüsszel ultimátumot adott a tagállamoknak a migrációs paktum ügyében. A belbiztonsági főtanácsadó megerősítette, a migránsok száma mind a három fő, így a spanyol, olasz és görög-balkáni útvonalon megnövekedett az utóbbi időszakban, de különösen a görög szigeteknél figyelhető meg jelentős aktivitás. Mindez a teljes balkáni útvonalra kihat, így jelentős a terhelés a délszláv államokon és a magyar határon is, folytatta Bakondi György. A kormány számára kiemelt fontosságú a gondoskodás a nyugdíjasokról, az idősek biztonságáról hangsúlyozta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalára feltöltött videó bejegyzésében. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, Magyarország kormánya mindig kiáll a nyugdíjasok érdekeiért, háborús időkben is megvédi a nyugdíjakat, garantálja az infláció követő nyugdíjemelést, és sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat is. A kormány számára ugyanilyen fontos az is, hogy gondoskodjon a nyugdíjasok biztonságáról, ezért indították el az Európában egyedülálló gondos óra programot, amely egy ingyenesen igényelhető és havidíjmentes szolgáltatás, amit minden 65 év feletti kérhet, aki szeretné, hogy a nap 24 órájában biztonságban legyen. Ha a gondos óra biztonságot ad a nyugdíjasoknak, nyugalmat a hozzátartozóknak és segítség egy gomnyomással, tette hozzá Nyitrai Zsolt. Az LNP szerint le kell mondani a posztjáról Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, mert a kormány pénteken hatályba léptetett veszélyhelyzeti kormányrendelete a szennyező, környezetromboló cégeknek kedvez. Kerestes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának lnp elnöke azt mondta, a kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva olyan rendeletet fogadott el és léptetett hatályba, amely lehetővé teszi, hogy a szennyező, környezetpusztító cégek el tudják kerülni a bírságokat és amely lehetetlenné teszi súlyos környezet szennyezés esetén az üzemek bezárását. Úgy vélekedett a kormány ezzel letette a fegyvert, teljes önfeladást hajtott végre az idegen ipari szereplők az akkumulátorgyárak előtt. Szerinte a jogszabálya minden lehetőséget megad Magyarország a szennyező cégeknek profitvezető tevékenységükhöz a környezetvédelem teljes feladásával. A Jomkipuri 25 órás böjt vasárnap naplementekor kezdetét vette és hétfő este ér véget. A zsidó engesztelés és a zsidó naptár legszentebb napján Izrael szünetelteti a tömegközlekedést, a kormányzati szolgáltatásokat és a tévéadásokat. A mentősök számára a Jom Kippur az év egyik legforgalmasabb napja, melyen több száz extra orvosi rendelő, rohammentős, mentős és önkéntes vesz részt az egész országban. Mint minden évben a világi izraeliek ki fogják használni, hogy az utak és autópályák üresek, és megtöltik bicikliző gyerekekkel és felnőttekkel. A rendőrség műveleti részlegének vezetője azt mondta: Országszerte jelentősen megnőtt a terrortámadásokra vonatkozó figyelmeztetések száma, és több mint tízezer rendőr gondoskodik a biztonságról a bőjt idején. A biztonsági szervek országszerte fokozták a készenlétet a jomkipur miatt, a fő hangsúlyt Jeruzsálemre, Judeára és Szamáriára valamint a központi városokra helyezték. Az izraeli hadsereg a Varrat vonalra egy terület a zöld vonaltól keletre és nyugatra Izrael elválasztó kerítésétől, a rendőrség pedig a városokba helyezi ki csapatait. Ezen kívül minden zsinagógában lesz egy fegyveres személy. Egy nappal korábban lezárták a palesztinok előtt a határátkelőket Júdeában és Szamáriában, amely 150 ezer palesztint érint. Az ünnepek kimenetelét követően várhatóan újra a határátkelőket. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a hétvégén lezárta amerikai útját. New Yorki szállodája előtt tüntetők búcsúztatták, miközben konvoja elindult, elindult, a repülőtérre. A miniszterelnök izraeli idő szerint tegnap délután kettőkor landolta a Ben Gurion repülőtéren. Netanyahu a járat fedélzetén tett rövid nyilatkozatában a hatnapos látogatást egy nagyon sikeres útnak összegezte, mely során öt kontinens, mint egy húsz államfőjével találkozott. A miniszterelnök kiemelte, hogy nagyszerű találkozót folytatott Joe Biden amerikai amelyen megvitattuk a béke körének kiterjesztését, a három évvel ezelőtt aláírt Ábrahám egyezmény folytatását. Egy izraeli katona közepesen súlyosan megsérült a biztonsági erők művelete során az előző éjszaka a palesztin túlkarem mellett Norsámsz menekültáborban. Az akció az észak-szamáriai menekültáborban lévő terrorinfrastruktúra elleni művelet része volt. A Dantár szintű művelet során az EGOZ, a Golani felderítő, a határrendészet és a mérnöki egységeket palesztin fegyveresek golyózáporral célozták, és házilag gyártott bombákat élesítettek a közelükben. A harcos repeszek okozta sérüléseket szenvedett. A Palesztin Hatóság Egészségügyi Minisztériuma szerint két palesztint az izraeli csapatok fejbe lőttek és megöltek. Az erők a menekült tábor egyik épületében megsemmisítettek egy parancsnoki központot és több tucat robbanószerkezetet. Az egyik helyiségben megfigyelő eszközöket, számítógépeket és technológiai eszközöket találtak. A művelet részeként a Sabak Belbiztonsági Szolgálat irányítása alatt nehéz munkagéppel több útszakaszt feltúrtak a menekült táborban, miután félő volt, hogy robbanószerkezeteket temettek az aszfalt alá. Legalább két bomba felrobbant a művelet során. A hétvégén az izraeli védelmi erők csapást mértek a Hamas Terror szervezet egyik katonai posztjára a gázai övezetben, miután a határ közelében elkezdődtek a lázadások. A hadsereg közleménye szerint a poszt a heves zavargások egyik gócpontjának közelében volt, ahonnan lövéseket adtak le izraeli csapatokra. Palesztinok tucatjai gyűltek össze a Rafah melletti régi Kárni átkelő környékén, a napi rendszerességi összecsapások részeként a biztonsági erőkkel. Zsinórban immár nyolcadik napja tartanak rendbontásokat a határkerítésnél, mely magában foglalja a gumiabroncsok felgyújtását és robbanóeszközök dobálását. Az izraeli hadsereg katonái tömegoszlató eszközökkel és mesterlövészek bevetésével reagáltak. Nem észleltek tűzveszélyes léggömbök indítását a gázai övezetből. Az izraeli erők körében sérülés nem történt. Pénteken az izraeli hadsereg drónokkal támadt két Hamas posztot, tankkal pedig egy harmadikat, melynek közelében lövéseket adtak le a határ mentén bevetett izraeli erőkre. Örményország más államokkal fenntartott biztonsági kapcsolatai nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy garantálják az ország biztonságát és védjék érdekeit, jelentette ki az örmény miniszterelnök. Örményország mindig teljesítette vállalásait és sosem árult el szövetségeseit, ám a helyzet azt mutatja, hogy a szövetségi rendszerek és szövetségeseink, amelyekre mindig számítottunk, inkább Kiszolgáltatottságunkra világítottak rá, mondta az örmény televízióban elmondott beszédében Nikol Felszólítjuk partnereinket, tartsák tiszteletben államunk szuverenitását, a nemzetközi közösséget pedig arra kérjük, hogy nyilvánítsák ki támogatásukat Örményország függetlensége felé, területi egysége és demokráciája iránt, tette hozzá. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, irreálisnak nevezte New Yorkban az Ukrajna javasolta béketervet és a fekete-tengeri ukrán gabona export újraindításával kapcsolatos ENSZ javaslatokat. Az ENSZ közgyűlés 78. ülésszaka után tartott sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov a Kiev által szorgalmazott 10 pontos béketervről kijelentette, hogy megvalósíthatatlan. Ezt nem lehet megvalósítani, nem realista, ezt mindenki látja, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez a tárgyalások alapja, emelte ki az orosz külügyminiszter. Lavrov kijelentette, a konfliktus a harc téren fog megoldódni, ha Kijev és nyugati szövetségesei ragaszkodnak ehhez az állásponthoz. Lengyelország jól tette, hogy nemzeti hatáskörében meghosszabbította az ukrán gabonafélék behozatali tilalmát, jelentette ki Andrej Duda lengyel elnök a Lengyel Közszolgálati Televízió első csatornájának adott nyilatkozatában. Ugyanakkor leszögezten növelni kell az ukrán gabona tranzitját. Az államfő rámutatott arra, hogy az ukrán háború során az ukrán gabonának csak egy kis része jutott el a valóban rászoruló afrikai és ázsiai országokba, miközben például a lengyel piacon teret hódított. Úgy látta, nagy problémát okozott, hogy egyszerre csak megváltoztatta véleményét az Európai Bizottság, ugyanis eredetileg az ukrán gabonát érintő uniós behozatali tilalommal támogatni akarta a közép- és kelet-európai országokat. Ezzel az elnök arra utalt, hogy az Európai Bizottság szeptember 15-e utáni időszakra nem hosszabbította meg az Ukrajnával határos országokat védő május elején kivetett embargót. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a heti tv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma újra javulni kezd az időjárás, de egyelőre még hűvös marad. Este többfelé kell ködre számítani, a hőmérséklet jellemzően 24 és 27 fok köré emelkedik. Én köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!